Romániával a Magyar Tarkatenyésztők Egyesületének van egy romániai vegyes vállalata. Ez a vegyes vállalat az általunk termelt szaporítóanyagot forgalmazza Romániában. Azért engedje meg, hogy elmondjam, a termelt szaporítóanyag a legmagasabb kanadai követelményeknek is megfelel. Hiszen a Gamebank Cemex Magyarország Kft. Nem csak a magyar tarka fajtában érdekelt, hanem sok egyéb fajta mellett, például a Holstein Friesben is. Holstein Friesben pedig el kell mondjam, hogy jelen pillanatban a nálunk termelt spermát közel 100 országban forgalmazzák, tehát a lehető legmagasabb minőségi és állategészségügyi sztenderdeknek kell eleget tegyünk ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Így természetesen a cégünk minőségpolitikája előírja, semmiféle különbséget nem teszünk sem a fajtákban, sem a piacokban, hanem a lehető legmagasabb minőséget ajánljuk az Egyesült Államoktól Romániáig vagy Székelyföldig mindenki számára, és ezt a minőséget igyekszünk garantálni, és folyamatosan fejlesztjük is. Bár a mesterséges állomásunk rendkívül szigorú állategészségi feltételeknek kell, hogy megfeleljen, pont az előbb említett okok miatt, tehát látogatókat be nem vihetünk, nem fogadhatunk, azonban a kerítésen kívülről természetesen bemutathatjuk a tenyészbikáinkat, módunkban áll bemutatni a világ jelenleg legmagasabb genetikai genomértékű Holstein Fries kisbikáját, a Migetti numero uno-t, amely azt gondolom, hogy tényleg egy világ szenzáció, hiszen ilyen teljesítményű bika ma sehol a világon még másik nincsen. A Cemex Alliance nálunk lévő bikáinak a világ összes országában meg kell tudnia jelenni, tehát ezek a bikák alkalmasak arra úgy genetikailag, mint állategészségügyileg, és az általuk termelt sperma minőségileg, hogy bármely országban megjelenhessünk ezzel a szaporítóanyaggal. Elmondhatom, hogy az új fejlesztésnek köszönhetően a jövőben évente 7-800 ezer adag szaporítóanyag termelésére leszünk képesek. Hogy ezt felmérjük, ezt a számot, elmondom, hogy Magyarország, aminek a Holstein Friesz tehén létszáma olyan 160 ezer körül van, éves szinten 550 ezer adag spermát használ fel erre a 160 ezer tehénre. Tehát ez a 7-8 ezer adag már mutatja, hogy a Gamebank messze nem csak a hazai piacra termel, hanem a világra, úgyhogy világ piacaira. Úgyhogy elmondhatom, hogy igen, ma már az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Új-Zélandon egyre több hazai mezőhegyesen termelt szaporítóanyag található. Ha manapság valaki csirkét akar tartani, ahhoz nem kell kotló. Ez így önmagában ugyan nem igaz, de éppen Romániában találtak ki egy olyan keltetőgépet, amelynek segítségével egyszerre akár 50 csirkét is keltethetünk. Ez egy tojáskeltető készülék, ami hát otthoni, illetve kisvállalkozói használatra teljesen megfelel. Ez kimondottan egy családi, illetve kis vállalkozásoknak készült. Egy tojásforgatóval ellátott készülék, amiben 51-52 darab tojás fér bele, illetve a tojásforgató nélkül használják, akkor 70-72 darab. Egy nagyon egyszerű működési elven alapul, van egy fűtőegység a tetejébe, egy minimális vizet kell az aljába tölteni, ami ugye hát a meleg hatására párává alakul, és 21 nap alatt gyakorlatilag kikelnek a kis csirkék. Van a tetején egy LCD kijelző, ami mutatja a pillanatnyi hőmérsékletet, ez vagy Celsiusban, vagy Fahrenheitben, illetve mutatja a páratartalmat. Ez a tojáskeltető ez azért érdekes, mert van benne egy forgatórendszer, amit naponta egyszer-kétszer tulajdonképpen egy ilyen 30 fokos szögbe át lehet állítani, és akkor így teljesen egyszerűen tud működni a készülék. Romániában, mivel ez a termék, egy román termék, Bukarestbe gyártják, az összes multinacionális cég, a Metro, a Kora, Carrefour, ezek a multinacionális cégek értékesítik. Én úgy gondolom, hogy ez lefedi egész Romániát. Gépesítés tekintetében a Kárpát-medencei gazdálkodók nyugati társaikhoz képest hátrányban vannak. Gépek nélkül pedig nem lehet versenyképesen termelni. Romániában is megnyíltak a pályázati lehetőségek gépek vásárlására, és magyarországi cégek is megjelentek a piacon.
Ferroflex az mezőgazdasági gépeket gyárt, a fő profilünk az homlokrakódó, homlokrakódóhoz csatlakozó eszközöket gyártunk, a másik az különböző altalajművelők, altalajlazító gruberhengerek, egyéb altalajművelők, és valamint van egy pótkocsi csomagunk, ami cserefelépítményes pótkocsikat gyárt. A cserefelépítményes pótkocsi az úgy néz ki, hogy van egy alvázunk, amihez különböző felépítmények vannak. Gabona, trágyaszóró, szippantó és röngszállító felépítmény. Milyennek mutatkozik a romániai piac, az erdélyi piac? Több céggel is kapcsolatban vagyunk, és szerintem egyre jobb és egyre bővülőbb. Van cég, aki adaptereket, homlokrakódókkal foglalkozik, aztán van egy másik cég, aki a pótkocsi felépítményekkel, és hát próbálunk egyre bővíteni. Mekkora gazdálkodóknak, mekkora gazdaságoknak ajánlják a gépeiket? Én úgy gondolom, hogy a pár hektártól, akár a pár ezer hektárig, mind a pótkocsik, mind a homlokrakódók egészen az 50 lóerőtől a 200 lóerőig megtalálható nálunk. Próbáljuk a palettát kiszélesíteni, mert akár hozzánk, akár a kereskedőinkhez, ha már bemennek a vevők, akkor legyen minél szélesebb a paletta, és ezáltal azért ezekből a termékekből is egy-egy darabot adunk el. Folyamatos tájékozódás, tanulás nélkül nem lehet gazdálkodni. A gazdálkodás olyan, mint az informatika, naponta jelennek meg újdonságok, növényvédőszerek, műtrágyák, gabona és gyümölcsfajták. Az Omikona Magyar Mezőgazdaság szaklapcsoport is kiállította újságait. A Magyar Mezőgazdaság lapcsoport Magyarország legnagyobb agrár szaklapkiadója, 14 kiadvánnyal rendelkezik, melynek piacvezető és egyedüli agrár szaklapja a Magyar Mezőgazdaság, mint névadó lap. Hát emellett érdemes megemlíteni természetesen a 14 lap közül egy-kettőt kiragadva a kistermelők lapját, mely a legnagyobb példányszámú állattenyésztéssel foglalkozó szaklap, valamint például a méhészetet, mely Magyarországon az egyedüli szaklap, sőt a kertészet szőlészetet se szeretném kihagyni, mely szintén az egyedüli kertészkedéssel foglalkozó szaklap, szintén a 60. évében jár már. És akkor következzenek az erdélyi kiállítók. Korondon van egy 400 családos méhészetünk, tehát 353, tehát 400-ig áll, mert az változik a családszámunk. Az erdélyi magyar gazdák, romániai magyar gazdákon keresztül kerültem ide. Még nem mondhatom, hogy túl sokat árultunk, de a jelenlét az a legfontosabb szerintem, hogy ismerjék a termékeket. Ugyanis úgymond a hargitai, a székelyföldi termékeket azért már eléggé kezdték ismerni a magyarországi vásárlók. A havasi mézet emelném ki, az erdélyi fenyő mézet, ami jellegzetes a székelyföldi mély legelőkre. Próbálkozunk mindenféle méz kevermények, tehát bekeverünk áfonyát, van szárított gyümölcs áfonyával, fekete ribizli áfonyával, diós mézünk, az áfonyás krémmézet, azt most kezdtük, most van először piacon, még nem árultuk soha, de most próbálkozunk, akkor van a homoktövises, ugyanígy krémesített méz formájában. Úgyhogy próbálkozunk nem csak fajta mézekkel, hanem méz derivátumokkal, úgymond a piacra jönni, hogy minél nagyobb legyen a skálánk. Méhészetünk le van, tehát védett biominősítés van nekünk. A pálinkát csak Magyarországon lehet pálinkának hívni, ezért most csak annyit mondok, hogy a sárosdi párlat olyan, mint a pálinka, csak valamivel jobb. Milyen pálinkát töltöttél be? Éppen vadcseresznye pálinkát töltöttem. Honnan jöttek, hogy vadcseresznye is van arra felé? Mi Maros-Sárpatakról jöttünk Erdélyből, és nem nagy mennyiségben, de az erdőben lehet kapni vadcseresznye fákat, aminek a gyümölcsét felhasználjuk, és nagyon jó illat, nagyon jó íz. Itt jelenben 6 félét hoztam, barackpálinka, szilvapálinka, megy, alma, körtepálinka, és a vadcseresznye a 6., amit említettem. Sárpatak, Marosvásárhely és régen, Szászrégen között éppen fele útján található, Marosnak jobb oldalán fekszik. Egy nagyon szép helység mondhatni, nem azért mivel az én falum, hanem másként is látogatható, nagyon szép látványosságok vannak benne. 2500 lelkes falu körülbelül. Legtöbben mezőgazdasága, állattenyésztése, gyümölcstermesztéssel foglalkozunk. Tehát mindenki a lehetősége szerint megkapja megfelelőt.
Tehát én évente körülbelül 100 napot üzemeltetem a pálinka főzdémet, és vannak olyan évek, amikor több lesz, van olyan év, kevesebb lesz, tehát ez magától érthetődő dolog. És mikor nem elegendő, nem megfelelő mennyiségű gyümölcsöt tudok beszerezni, akkor elmegyek távolabb és felvásárolom. Én az Omékra Budapestről kaptam meghívást elsősorban, és a Marosvásárhelyi RMG, tehát a Marosvásárhelyi Magyar Gazdák Egyesületén keresztül kaptam a meghívást, hogy jöjjünk el az Omékra. És milyen? Van-e érdeklődés a pálinkája iránt? Meglepetésszerűen nagy az érdeklődés. Én azt hittem először is, tehát előítélettel voltam, hogy Magyarország nagy pálinka termelő, nem fognak érdeklődni az erdélyi pálinka után. De viszont látom, hogy a tegnap is rengetegen sorba állottak itten, hogy kínáljuk meg az erdélyi pálinkával a jelenlevőket.